Tartja jó formáját Szikszai Róbert. A berlini Európa-bajnokságra készülő diszkoszvető az elmúlt héten Ausztriában 62 méter 14 cm-re repítette a szert, majd a hétvégén élete második legjobb eredményével 63-24-jel nyerte a Budapest Open elnevezésű versenyt. Jó formában érzem magam, ez a 64 méter, amit Szombathelyen dobtam, és a 63, amit most Pesten. Ez mindenféleképpen a régi egyéni csúcsomnál mind a kettő jobb eredmény. Szerintem jó állapotban vagyok, jól is érzem magam, és a jövő heti három versenyen szeretnék egy 65 méter körüli eredményt dobni. A női diszkoszvetést a szintén nyíregyházi Kerekes Dóra nyerte 50 méter 88 cm-rel. A hármasugró Leveleki Bence 14-76-tal végzett a második helyen. Bencenek ez a legjobb eredménye, szél nélkül, tehát ideális körülmények között ez, hogyha lenne egy jó kis hátszél, akkor én szerintem 15 méter fölötti eredményre képes. Tudni kell hozzá, hogy Bence tavaly folyamatosan sérüléssel bajlódott, és összesen két versenyt tudott indulni. Ez már jó jel arra, hogy remélem, hogy jó eredménnyel fog elzárni ezt a szezont. Nem sikerült viszont jól Bakosi Péter versenye. A nyíregyházi magasugró a felnőttek mezőnyében először szenvedett vereséget hazai riválistól. A 209 cm csak a harmadik helyhez volt elegendő. A bemelegítése nagyon jól sikerült. 210 cm-t, ilyen 5-8 cm magasan ugrotta, és a 212 cm-es magasságon egyszerűen, mintha lefújták volna. Tehát teljesen elment a mozgáson, nem tudott odafigyelni, és simán kiesettek. Tehát nem tudjuk, hogy mi van. Egyelőre megpróbáljuk elemezni. Annyi van, hogy Peti most ugye a Debrecen Egyetemen harmadéves, nagyon sok vizsgája van, a héten is három vizsgát próbál letudni. Előfordulhat, hogy fejben fáradt, ő is azt mondta, hogy fejben fáradt, úgy néz ki. Tehát a legközelebb verseny csak a magyar bajnokság lesz, arra reméljük, hogy fel tudunk készülni, és addigra már a vizsgáit is le fogja tudni. Az Európa-bajnoki szint 226 cm. Péternek a magyar bajnokság mellett több nemzetközi versenyen lesz lehetősége arra, hogy megugorja ezt a magasságot.